Sikerrel zárult a dks -e birkózói számára a nyári edzőtábor. Fehér Krisztián, a dks -e birkózó szakosztályának edzője az idei év eddigi sikereiről, terveiről, illetve a nyári edzőtáborban szerzett tapasztalatokról számolt be stábunknak. Fehér Krisztián elmondta, az ifjú sportolók idén-nyáron számos élménnyel gazdagodhattak. A csapatépítés jelleggel összeállított program sorozaton találkozhattak a birkózók túrázással, kerékpározással, horgászattal és strandolással is táborokat csináltunk még a, a legkisebbeknek. Több mint száz gyereket táboroztattunk a június utolsó két hetébe. Párhuzamosan ment itt a teremben, illetve a mezőfalván az iskolába 50-50 gyerekkel, ami nagyon-nagyon jól sikerült, tehát élménygazdag, munkában gazdag, tehát nagyon jó kis tábor volt, úgy nagyjából a tavaszi szezon az, az, az így nézett ki. A tavasszal indult versenysorozat kapcsán is pozitív eredményekről számolt be Fehér Krisztián, Elmondta, hogy a versenyszezont egy diák magyar bajnoki bronzéremmel kezdték. Májusban elkezdődött a versenyszezon. Általában májusban már lefelé szokott menni, most, most akkor kezdtünk. Egyből nyitottunk egy diák magyar bajnoki bronzéremmel. Aztán a serdülőknek megtartották a válogatót, az EB válogatót, és az egyik lányunk a Pup Viktória öt győzelemmel megnyerte a versenyt, úgyhogy utazhatott Szófiába az Európa bajnokságra, ott remek birkózással egy előkelő helyet ért el, tehát nagyon büszkék vagyunk rá, nagyon, nagyon ügyesen birkózott. Az edző elmondta, már a szeptemberi területi versenyre készülnek, amit a DKS-e birkózó szakosztály rendez meg rácalmáson, ahonnan a tehetségek az országos bajnokságra is eljuthatnak. Készülünk a szeptemberi versenyre, amit mi fogunk rendezni a rácalmási sportcsarnokba a diák a területi versenyt, innen juthatnak majd ki később az országos bajnokságra, illetve a veteránoknak rendezik meg az országos bajnokságát. Úgyhogy arra készülünk, főleg technikázunk, most már elkezdjük a technikai edzéseket, így a, a nyár elején, főleg az, erő, az erőre mentünk rá, az erőáróképesség fejlesztésre, most már komolyabb hangsúlyt fektetünk a, a technikázásra, fogások gyakorlására. Hogy ez fogja átvenni a szerepet. Fehér Krisztián hangsúlyozta, számos fiatal tehetség vág neki éremesélyesként a jövő megméretéseinek.